Sziasztok! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Szeptember a bikáknak! Mit mond az univerzum? Mit tanácsol? Mit javasol? Szeptember eleje. Szeptember eleje, és rögtön pénz. Ez egy anyagi támogatás, anyagi segítség. Akár lehet egy szponzor is, lehet ez egy kifizetés, de pénz, pénz, következő is pénz, pénz. Pénzzel kezdünk, ez jó. Egyébként ez a bikák jele, maga a pénz, az érmék. A bika nálunk pénzes. Lehetséges valamilyen új kezdés, ami anyagiakkal kapcsolatos, vagy pénzkiadás is lehet, ami gyermekekkel kapcsolatos, hiszen az apród nagyon gyakran mutat gyermeket. Iskola kezdés, lesz anyagi kiadás, ez egyértelmű. Ha valamilyen új dolog, ami jön, és pénzzel kapcsolatos, nagyon fontos, szeptember 10-éig belevágni, elkezdeni, mert szeptember 10-től október 2-áig a Merkur retrográd. És akkor nem jó belevágni új dolgokba. Valamit folytatni, igen. Vagy átcsinálni, igen. Úgyhogy ez jó dolog a kezdésre, szeptember elején, igen, és ez ünnep lesz, ez boldogságos dolog lesz, ez sikeres lesz. Tehát szeptember eleje a sikert hoz. Sikert, bármiről is legyen itt szó, siker. Szeptember közepe. És megint pénz. Folytatódik a pénz. Nagyon, nagyon pénzes ez a szeptember. És ez maga a 9-es. Ez egy elért siker. Sőt, ez egy gyors anyagi siker lehet. Pénz. A 9-es az már elérni a célt. Az érmék 9-ese az maga a pénz elsősorban. Az az a pénz, amiért megdolgoztunk. Persze az érmék mutatnak értékeket is. A család például érték? Érték itt a család. Az egészség érték? Érték. Jön egy királynő, jön egy király, kardok, kardok, kettő darab kard. Jöhet egy nagyon fontos információ. Itt a kardok királynője, itt az apród. Valamilyen új információ, ami nagyon hasznos lesz. Jöhet egy fontos dokumentum, egy üzenet akár is jöhet. Figyelni kell. És megint az aprót, megint gyermekekkel kapcsolatos dolgok lehetnek. Valamilyen ügyintézés a gyerekekkel. Akár egy ilyen királynő segíthet, vagy fontos szerepet fog játszani szeptemberben. Egy ilyen hideg, hideg királynő. Jég, jég királynő, úgy is szoktuk mondani. S következő szeptember vége, és a második 9-es, a második érmék 9-ese. Ha egy kártya kétszer jön ki, akkor magára akarja vonzani a figyelmet. Tehát ez egy kimondottan, határozottan anyagi siker. Tehát jön a pénz. Akár messziről is jöhet a pénz. Túl az óceánon. Ilyen is lehet. És tudni kell, hogy bármennyire is nehéz, nem szabad feladni, el kell érni azt a célt. Tehát amikor ilyen jó kártyák jönnek ki, lehetnek irigyek. Persze, hogy lehetnek. És
az irigyek örülnek a sikertelenségnek, vagy az akadályoknak. Tehát nem szabad megadni nekik ezt az örömöt. Nem szabad feladni, tovább kell menetelni, mert a siker az biztos, az garantált. Néha nem könnyen adják a sikert, ilyen is van, persze, meg kell dolgozni érte. És egy csodálatos kelyhek kettese. Hát ez maga a megértés, ez maga a szerelem, ez maga a törődés, ez maga, amikor mind a két fél ugyanazt akarja. Nagyon jó. Eddig nekem nagyon-nagyon tetszik ez a kirakás. Nos, mit mondanak a mindennapi boszorkányok? Nagyon szeretem ezt a kártyapaklit. Húzunk csak az elejére még egyet. Hiszen pénzzel kezdünk. Négyes, még egy négyes. Tudni kell, hogy kell lesz egy kis szabadság, egy pihenés, egy megállás. A négyes az mindig stabilitás mutat. Stabil anyagi helyzet, valami stabil lesz. A nagy munka után érdemes megállni és pihenni. Nézzünk az év kereke, mit mond nekünk. Ezek a kardok mit üzennek? A kardok az mindig valami lehet, tehát amit mondunk, amit kommunikálunk, amit írunk, ezek a gondolataink is lehetnek. Ó, a második kelyhek kettese. Itt is egy, itt is egy. Boldogság. Boldogság, öröm. Sőt, lehet egy nagyon jó üzleti partner is. Itt minden rendben lesz. Nézzünk szeptember végére is még egy kártyát. Erre a tízesre. A tízesre kijött a tízes. A botok tízes, itt viszont a kelyhek tízese. Úgyhogy, ahogy mondtam, nem szabad feladni. Nem baj, ha jönnek az akadályok, nem szabad feladni. És akkor ilyen jólét, ilyen harmónia, ilyen boldogság jön. Ha valakinek jöhet új szerelem is, igen, ilyen is lehet. Nagyon jó ez a kirakás, pozitív. Egy tanács, a föld és az ég, vagy az ég és a föld mit tanácsol? Négyes. És megint egy négyes. Ez már a harmadik négyes. Stabil anyagi helyzet. Stabilitás. Itt nem kell félni semmitől. Jó, nem baj, ha jön valamilyen akadály, minden rendben lesz. Minden rendben lesz, és három darab négyes. A négyesek nagyon gyakran mutatnak lakásvásárlást, házvásárlást, autóvásárlást. Tehát aminek így négy sarka van, ugye az autónak is négy kereke van. Nagyon gyakran. Akár lehet adásvétel is. És mit mond az orákulum? Az orákulum, ez maga az eufória. Tiszteld magad. Tisztelni kell önmagunkat, becsülni. És akkor fognak tisztelni minket, a többiek is. Tehát nem szabad hagyni, hogy az ilyen rossz akarók úgy nyomást okozzanak nekünk.
kardok jöttek ki. Tudni kell, hogy ugye nagyon fontos például az étel, amit beveszünk, de nagyon fontos az az információ is, amit beengedünk, tehát a kardok az információ is, tehát az ilyen pletykákat, vagy az ilyen rossz indulatú megjegyzésekre nem kell hallgatni. Nem kell. Tehát tiszteld magad. Szeresd önmagad. És amit még mondanék, itt van ez a négyes, az érmék négyese, megint az érmék, a bikának a jegye, a pénz, hogy engedjük meg magunknak hát azt a kényeztetést. Például vegyünk magunknak valami értékesebbet, amire vágytunk, úgy kényeztessük magunkat egy kicsit. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!